Andrássy út a milleniumi föld alatti vasúttal. A volt miniszterelnökről, Andrássy Gyuláról elnevezett sugárút közel 2,5 kilométer hosszú, és 3 könnyen megkülönböztethető részre tagolódik. 1 kilométeres belvárosi részén magas bérházak állnak. Középső részén egy-egy kettős fasor húzódik, melyek között régen fakockákkal borított lovagló sétányt építettek. Ez ma kerékpár és gyalogút is egyben. A 3. részén az út kiszélesedik, és egy díszes paloták veszte sugárút vezet egészen a Hősök teréig. Budapest legszebb útjának nyomvonaláról 1872-ben határoztak. Egy évtizeddel később szinte az összes telket beépítették, itt található ma Budapest eklektikus építészetének színe, java. Sok bérház rejt szökőkutakat, szobrakat és lélegzet elállító belső tereket. Az Andrássy út belvárosi szakaszán a leglátványosabb épület a Magyar Állami Operaház. Itt épült meg a régi zeneakadémia, a régi műcsarnok és a Magyar Képzőművészeti Főiskola épülete is. Itt található a nemrég felújított 5 csillagos Andrássy Hotel, melyet az 1896-os aténi olimpia magyar úszóbajnoka Hajós Alfréd tervezett. Ugyancsak az Andrássy utat díszíti a 20. század egyik legnagyobb magyar zeneszerzőjének, Kodály Zoltánnak a lakásából kialakított emlékmúzeum is. A milleniumi föld alatti vasút, Európa első föld alatti vasútja, az Andrássy út alatt épült, eredeti pályáját meghosszabbították.